A Dombovári Szociális és Gyermekjóléti Intézmény fenntartó társulás tanácsa legutóbbi ülésén megtárgyalta az előző év szakmai beszámolóját, tudtuk meg Pintér Szilárdtól. Azt gondolom, hogy a 21-es év beszámolója egy tartalmas évről tanúskodott. Nyilván a pandémiás helyzetnek megfelelő kívásokkal meg kellett küzdeni az intézményünknek is. Mindezekre azt gondolom, hogy zökkenőmentesen volt ez az évünk is. Ami nagyon fontos volt, hogy több mint 10 éve vártunk egy fejlesztésre. Ezért viszont azt mondanám, hogy egy nagyon egyszerű dolog, egy új kisbuszra volt szükségünk. Tavaly év során sikerült beszereznünk egy pályázat mentén, és ezzel is nagy mértékben tudjuk segíteni a zökkenőmentes munkát, hiszen a 20 éves gépjárművet tudtuk lecserélni egy újra. Ezt követően tárgyaltuk a pénzügyi beszámolót is, ami szintén örömteli, hiszen az év elején meghatározott költségvetési sarokszámokon belül tudtunk maradni. Túlfinanszírozási igénnyel egy település esetében sem élt az intézmény, ezáltal örömmel szavazták meg a tagság minden tagja ezt a költségvetést, illetve az árszámadást, hiszen terv szerint hallottunk, és pluszforrás bevonására nem volt szükség. Nyilván reményünket fejezték ki, hogy a 22-es év hasonlóan sikeres lesz, és 23 hasonló időszakában örömteli pillanatokat tudunk együtt tölteni a társulás ülésen. A szociális társulási ülésre meghívást kapott a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió képviselője, akinek módja volt az általuk működtetett Dombovári Újesélyközpont bemutatására, valamint az eddigi eredményeik ismertetésére. A Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltató képviselője pedig a nevelőszülőség fontosságára és annak feltételeire világított rá a társulás számára tartott prezentáció alkalmával. Jelenleg 13 megyében lát el állami feladatátállásként gyermekvédelmi szakellátási feladatokat döntő a nevelőszülői hálózatunkban. Mintegy 6500 gyermek és fiatalról gondoskodunk a teljes ellátás keretében, és mivel a gyermekvédelmi törvény változását követően, a szerkezeti és struktúrai változásokat követően szemletbeli változás is átesett a gyermekvédelmi szakellátás. Talán nem mindenki tudja, vagy a közvéleményben több tév hír kering erről a dologról, ezt szeretnénk többször eloszlatni, hogy a nevelőszülőség és a gyermekvédelem hogyan is áll ma. Ma már a gyermekeink nem nagy létszámú gyermekotthonokban nevelkednek, hanem dönti nevelőszülőknél, vagy kis létszámú gyermekotthonokban, lakásotthonokban. Emellett a szerkezeti változás mellett talán még nagyobb változás jelent a szemletbeli változás, amit a egyházi fenntartás is jelent. Nyilván a Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltatóról tudok beszélni. Az a szakmai program, az a hitvallás, mert ami a gyermekeinket fogadjuk. Erről csak egy néhány gondolat, ami fontos. Mi egyénre szabott fejlesztési tervet készítünk, amikor érkeznek a gyermekeink. Nagyon jól tudjuk, hogy amikor a gyermek a családból kiemelésre kerül és szakellátásba, állami gondoskodásba kerül, azt megelőzően nagyon sok olyan eseményen keresztül eseményt élt át, ami nem jó, traumákat, nehéz életeseményeket. Nekünk az a dolgunk, hogy ezeket gyógyítsuk, és minél előbb ezeket a sebeket beforrasszuk. Továbbá nagyon fontos az, hogy mi ajándékként tekintünk a gyermekeinkre, és nem problémaként. Valamint abban bízunk, hogy azt a sok-sok bizalomvesztést, amit az életük során elszenvedtek, azt mi igyekszünk visszaállítani, a bizalmat adni és bizalmat kapni tőlük. Nevelőszülőnek olyan 24. életévüket betöltött magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik eleget tesznek a jogszabályi feltételeknek. Vannak egyéb feltételek, személyi, tárgyi feltételek, a környezetvizsgálat, egészségügyi feltételek, hiszen az a cél minden szolgáltatónak, működtetőnek, hogy olyan nevelőszülők tudhasson magáénak, akik minden feltételnek megfelelnek, és a gyermekeink biztonságban vannak náluk. Ezen túl, mert nyilván van egy kiválasztási folyamat, hogyha valaki jelentkezik, akkor ennek megvan a maga szakmai folyamata, és mi a Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltató részéről mi olyan embereket keresünk, olyan nevelőszülői jelölteket keresünk, akik befogadják azokat a gyermekeket, akik családban szeretnének nevelkedni, és nem adatik meg valami oknál fogva saját családban nevelkedés. Mi azon jó szándékű embereket keresünk, akik felvállalják ezen gyermekeknek a nevelési gondozását. Egyedülállóként is lehet nevelőszülő a nevelőszülő, hiszen a családhoz hasonló modellt követjük le, és a hazai családok egy része is egy szülős modell, tehát nincs ezzel semmiféle probléma. Nyilván akkor egészséges a család, és akár nevelőszülői család, akár vérszerinti család, hogyha az teljes, hogyha abban ott van az apa és az anya is, de nyilván nem kizárók az egyedüli nevelőszülőségüket is szeretettel várjuk. A www.szentágota.hu oldalon megtalálhatóak vagyunk, ott információt kapnak arra, hogy hol lehet jelentkezni,
illetve Tolna megyében Szekszárdon a Rákóczi utca 29 szám alatt van egy terület irodánk, ahol munkaidőben bárkit szeretettel fogadunk és teljes körű tájékoztatást nyújtunk. A szociális társulási ülés után került sor a Kaposmenti Területi és Vidékfejlesztési Társulás soron következő ülésére, ahol 7 napirendi pontot tárgyaltak a településvezetők, tudtuk meg Pintér Szilárd elnöktől. A 2021 évi beszámoló elfogadására készült, hiszen elkészült a zárszámadás költségvetés tekintetében, meghatározott tagdíjak befizetésén túlmenően sikerdíjas tevékenységből szerzett munka a szervezetünk bevételt, plusz tagdíj befizetésére nem került sor, azt gondolom, hogy sikeresen gazdálkodtunk, kolléganőink tisztességesen látták a feladatukat, és azokat a sikerdíjakat bekaszírozták, amelyeket terveztünk a költségvetés készítésének idejében. Nyilván nagyon fontos, hogy ez a társulás hosszú éveken keresztül még ugyanígy harmonikusan tudjon együttműködni, hiszen a közösségben elvégzett munka a siker egyik kovácsa. Nagyon remélem, hogy ezen az ülésen toppos pályázatokról fog néhány szó esni, hiszen 2022 első fél évenek ez a nagy kihívása, hiszen mindenki megpróbál a településének megfelelő forrás szerezni. Azt gondolom, hogy a megyei integrált településfejlesztési program, amely már első verziójában elfogadásra került, nagyjából irányszámokat mutat, hogy ki mire készült, és biztatom kollégáimat, hogy ne érje őket soha meglepetésre, megnyerjék egy-egy pályázat, csak vegyék elő az íróasztalba a terveket, hogy tudjanak elindulni ezen a pályázaton. Az ülés alkalmával mind a 2021-es zárszámadás, mind az előző évi szakmai beszámoló egyhangulag elfogadásra került.